Köszöntöm Önöket! Ez a Gazdaságról könnyedén című műsor. A koronavírus kirobbanása eddig nem látott változásokat hozott a pénzforgalomban. Kihatott a vásárlási szokásainkra és a pénzhasználatunkra is. Hogy milyen változások történtek, arról Deák Viviennel beszélgetek. A koronavírus hogyan változtatta meg a készpénzes és a kártyás vásárlási szokásainkat? Összességében elmondható, hogy 2020-ban a koronavírus járvány hatására a legtöbb fizetési helyzetben felerősödött az elektronikus fizetési módok iránti igény, például az üzletekben, illetve az internetes kereskedelemben is egyaránt, és kicsit nehéz azt mondjuk megállapítani, hogy hosszú távon ez pontosan milyen hatást is eredményez. Emellett fontos elmondani azt is, hogy ennek ellenére még mindig a készpénz a legkedveltebb fizetési mód Magyarországon. Kicsit részletesebben is beszélve erről, a 2020 márciusában jelent meg Magyarországon a pandémia. Ennek hatására tavasszal, illetve ősszel-télen különböző hatások érintették a pénzforgalmat. Az online pénztárgép adatbázisából, ahol főleg a kiskereskedelm, a szolgáltatásokat is lefedő adatbázisról beszélünk, így a gazdaságot nagy mértékben lefedi, és egyaránt tudunk változásokról beszélni. Az állapítható meg, hogy 2020 áprilisában volt a legnagyobb visszaesés. Ez azt jelentette, hogy ebben a hónapban körülbelül fele annyiszor vásároltunk 2019-ben, értékben pedig körülbelül negyed annyiért. Ezt az év 2020 hónapjait nézve, ezután elkezdtünk visszafele tendálni az előző éves fizetési értékekhez, majd szeptembertől ismételten csökkentek a vásárlásaink. De ez fele annyi se volt, mint az előtt. Külön a készpénzes, illetve a kártyás fizetésekről az mondható el, hogy 2020 második fél évében a kártyás fizetések már pozitív eredményeket produkáltak, azaz többször fizettünk már kártyával nagy részt, mint 2019-ben. Míg készpénzes fizetések folyamatosan csökkentek, azaz a készpénzes fizetésekkel kevesebbet vásároltunk, kevesebb értékben, ez összességében kihatott az arányukra is. Míg az eddig években azt láthattuk, hogy évente körülbelül 2%-ponttal emelkedett a kártyás fizetések aránya, addig 2020-ban ez több mint a duplájára emelkedett, ami azt jelenti, hogy 2019-ben még minden hatodik vásárlás volt kártyás fizetés, addig 2020-ban már elmondhatjuk azt, hogy minden negyedik vásárlás kártyás fizetés volt. Ha a területi elosztást nézzük, akkor mi figyelhető meg Magyarország, mely területein preferálták inkább a kártyát, mint sem a készpénzt? Területileg is megvizsgáltuk azt, hogy a kártyás fizetés arányának növekedése pontosan hogyan alakult Magyarország egyes megyében, illetve Budapesten. Azt láthattuk, hogy 2020 első negyedévében minden megyében, illetve Budapesten 5%-pont alatti volt az éves növekedés, addig második negyedévtől kezdődően ez mind meghaladta az 5%-pontos növekedést. És hogy mégis hol volt a legnagyobb növekedés? 2020 első negyedévében Budapesten volt, majd Pest megyében, illetve Veszprém megyében érzékeltük azt, hogy az eddigieknél is nagyobb arányban növekedtek ezek a kártyás fizetések. Ez valószínűleg amiatt lehetséges, mert a lakosság nagyobb része nem ingázott be annyit Budapestre, és a kártyás fizetést preferálók otthon maradtak, és ezekben a térségekben ütközött ki legjobban ez a hatás. Az elektronikus fizetési igény növekedett, a hosszú távú hatásáról mit lehet tudni? Nehéz meghatározni ezeknek a hosszú távú hatását, azonban megkérdeztük a lakosságot is, hogy mit gondolnak erről, és a válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy a koronavírus járvány hatására többször fizet elektronikusan, és úgy gondolja, hogy ez tartósan is így fog maradni. Emellett az is segítheti az elektronikus fizetések növekedését, hogy 2021. január 1-től az online pénztárgép gépkötelezett kereskedők esetében kötelező biztosítani az elektronikus fizetést. Gondolok itt én a kártyára, illetve a kártya mellett most már a 2020 márciusában megjelent azonnali fizetés is egy lehetőséget ad arra, hogy a kereskedők egyszerű, kényelmes, felhasználóbarát és olcsó alkalmazásokon keresztül
elektronikus fizetési elfogadást biztosíthassanak a vásárlóknak, hogy a készpénzes fizetés mellett ilyen választási lehetőségük is lehessen. A szép kártyák forgalmában milyen változás történt? A korlátozások feloldását követően az látható, hogy nyáron a szép kártyával többet fizettünk, több értékben. Ez júliusban például azt jelentette, hogy kétszer annyi szép kártyás forgalmat bonyolítottunk le, mint 2019-ben. Ez amiatt is lehetséges volt, mert az utazási korlátozások, illetve általános óvatosság miatt nem utaztunk annyian külföldre, inkább itthon nyaraltunk, és többet fizettünk szép kártyával. Illetve emellett annak is volt hatása, hogy a kedvezményes keretösszeg megnövekedett a szép kártyával kapcsolatban, így több munkavállaló kaphatott több értékben ilyen kafetériát. Az átutalásos pénzforgalmat mennyiben befolyásolta a vírus? Míg a lakosságra és a vállalatokra egyaránt jellemző egyedi átutalás 3%-kal növekedett 2019-hez képest, addig a vállalatokra jellemző csoportos átutalás, itt például a bérfizetések, a rendszeres átutalások, emellett a lakosságra jellemző csoportos beszedés, például a hiteltörlesztések, illetve a számlafizetések, ezek mind csökkentek, úgy, mint az államkincstár felé történő átutalások is. Ezek körülbelül 3-9%-kal csökkentek 2019-hez képest. Ez valószínűleg amiatt lehetett, mert a hiteltörlesztési moratórium, illetve a különböző adókedvezmények miatt is, mind a hitel, bér és adó zárshoz köthető átutalások mind csökkentek. Boltokban előszeretettel alkalmaztuk és használtuk a kártyás fizetést, és módosult a PIN kód nélküli fizetés. Mennyi lett ez az értékhatár, amitől már nem kellett használni a PIN kódot? A járványhelyzet következtében a lakosság nagy része preferálta azt, hogy minél kevesebbet kelljen fizikai kapcsolat nélkül fizetni, és annak érdekében, hogy ez minél több helyzetben létrejöhethessen, az MNB kezdeményezésére a PIN kód limitet 5000 forintról 15 000 forintra emelte. Ez lehetővé tette azt, hogy még a kártyás fizetések eddig 63-68%-ával lehetett PIN kód nélkül fizetni, addig most már a kártyás fizetések 91%-ában lehetséges ez. Nagyon sokan nem csak boltból vásároltak, hanem online is. Hogyan alakult az online vásárlás ebben az időszakban? Még a személyes jelenlétet igénylő vásárlások mértéke csökkent, addig az interneten történő vásárlások egyre növekedtek, mind darabszámban, mind értékben is, azaz szívesebben fizettünk interneten online kártyás fizetési móddal. Ennek következtében egyértelműen kimondható az, hogy a koronavírus járvány elhúzódásának egyértelmű nyertesei az online kereskedők voltak. Ezt, hogy értékekkel is alátámasztam, 2020-ban körülbelül 33%-kal többet fizettünk ezekben az internetes helyzetekben online kártyával, értékben pedig azt jelentett, hogy 39%-kal növekedett a vásárlások értéke 2019-es értékekhez képest. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! A Gazdaságról könnyedén című műsor korábbi videóit megnézhetik az MNB YouTube csatornáján. További szép napot kívánok!